Hajdúhegyen és a Károlyvárosban a közterület és a vízelvezető rendszer rendben tartása, a kátyúk száma, illetve a forgalom növekedése jelenti a legnagyobb problémát. Ezt Domán Dániel, a 7-es számú választókörzet független képviselőjelöltje hangsúlyozta keddi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, itt az ideje, hogy a körzetekre szánt milliókat ténylegesen a körzetekre költsék, továbbá javasolja a rég elfeledett tiszta udvar rendes ház program visszaállítását a köztudatba. Még februárban megszavazta a képviselőtestület az, hogy a képviselői kereteket 10 millió forintra emelik, és ez az lenne a javaslatom, hogy a rég elfeledett, de nagy hagyományokkal rendelkező tiszta udvar rendes ház programot visszahozni, amelyből nagyon sok kis apró intézkedés el tudunk végezni a körzetünkben, tudunk előre tervezni a következő években, tudjuk fontossági sorrendbe állítani a teendőket, és mindenképpen lakossági vélemény alapján kellene ezeket megfogalmazni. Így nem nagyon érhetné panaszt a város vezetése, a mostani se a következő, hogy a köztereink miért vannak elhanyagolva, és természetesen a lakosságot is be lehet vonni, hogy ha az ő előkertjeiket, de gondolok itt társasházakra, családi házakra, rendben tartják, odafigyelnek a környezetükre, csak úgy, mint régen.